Estét kívánok! Kedves csókolom, jó estét kívánok! Ugye Kocsis Máté nyilatkozta most a hétvégén, hogy brutális támadásokkal kell szembenéznie a kormányzó pártnak az európai parlamenti választásokig. Ő azt állítja, hogy utcai zavargások is lesznek, és hogy a miniszterelnök személyén túl más fideszes politikusok is lejárató akciók célkeresztjébe kerülhetnek. Na most elnézve a demokratikus koalíció által hirdetett demonstrációt, illetve Heller Ágnes kezdeményezését és annak népszerűségét, nem túlzó az aggodalom az őszre nézve? Hát azt gondolom, hogy a múltból kiindulva szerintem ez a várakozás ez nem túlzó. Hiszen ha megnézzük, hogy akkor, amikor élesedett Magyarországon a politikai helyzet, vagy akkor, amikor döntenünk kellett arról Magyarországon, kvóta népszavazásnál, országgyűlési választásokon arról, hogy Magyarország egy bevándorló ország legyen-e vagy sem, akkor ezekben a hónapokban mindig felerősödtek az ellenzéki hangok, és azok a hangok, amelyek megpróbálták bármilyen eszközzel elmozdítani a Fidesz-KDNP kormányt. Ugye még emlékezhetünk 2014-re, vagy 2014 előtti kampányra, akkor mikor még éppen az amerikaiak által kiképzett hallgatói hálózat, aktivistái törtek be a Fidesz székházba. Aztán utána, hogyha a 18-as választási kampányra gondolunk vissza, akkor Juhász Péter füttyögése, utcai tiltakozások. Tehát azt gondolom, hogy a teljes eszköztárt be fogják ismét vetni. Ugye Soros György által finanszírozott médiumoknak a lejárató cikkei. Tehát ezek tehát minden hangszeren fog játszani az ellenzék, ahogy ezt egyébként tették 2018 előtt. Világos, de mit tudnak konkrétan? Vannak információik arra vonatkozóan, hogy valóban fideszeseket fognak megint lejáratni, vagy csak a korábbi tapasztalatok alapján mondták ezt? Hát is, tehát ugye a miniszterelnök úrról megírt cikk az valóban elindította az ellenzéki, a bevándorláspártiaknak az Európa Parlamenti kampányát. Arra számítunk, hogy ez folytatódni fog. Igen, de mindezek után mondjuk kiindulva csak a miniszterelnök repülő útjaira vonatkozó átlátszós értesülésre, és mondjuk a drónfelvételekkel készített ugye jachtról, a jacht utasairól és az ottani találkozókról készített oknyomozó riportban szereplő állításokra, felmerül a kérdés, hogy akkor innentől kezdve minden önöket ért kritikára az lesz a válasz, hogy mondjuk Soros szervezetei le akarják járatni önöket? Hát nem tud más lenni a válasz, mert hogy ez a valóság. Tehát ugye ezek a portálok, például az átlátszó.hu, amit ön is említett, ugye saját elmondása, bevallása szerint nem tudna működni Soros György, illetve a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatása nélkül. Tehát nem túlzó azt állítani, hogy itt a konfliktusnak a fókuszában a bevándorlás van, és vannak a bevándorláspárti erők, mi vagyunk a bevándorlás ellenesek, és a bevándorláspárti erők mindent megtesznek, hogy a Fidesz-KDNP gyengítsék, annak érdekében, hogy minden rosszabb eredményt érjünk el az Európa Parlamenti választásokon. Tehát akkor értemben nem is foglalkoznak a megfogalmazott állításokkal, tehát nem kezdeményez a Fidesz-KDNP frakciószövetség mondjuk vizsgálóbizottság felállítását a miniszterelnöki repülőutak kapcsán? Nem, azt gondolom, hogy amilyen adjon Isten, olyan lesz a fogadjison is. Nyilvánvalóan mi meg fogjuk védeni a saját álláspontunkat, és ezekre a támadásokra megfelelően fogunk válaszolni. Ugye itt korrupció gyanút is emleget a portál. Mi a gyakorlat a miniszterelnöki külföldi utakra vonatkozóan? Például mi volt 2010 előtt, hogyan utaztak, milyen segítsége, vagy milyen géppel a miniszterelnökök erre vonatkozóan? Van-e bármilyen bevett szokás, vagy írott, vagy íratlan törvény? Hát ugye alapvető különbséget kell tenni a között, hogyha egy politikus magánemberként utazik, illetve hogyha hivatalos utazásai vannak. Hát ugye éppen 2010 előtt láthattunk számtalan esetben olyan miniszterelnöki utazásokat, amelyeket Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök, egy magángépen bonyolított le. Vagy láthatunk 2010 előtt olyat is, amikor egy magánszemély, Bolyár Gábor vállalkozó, Juhász Péternek fizette ki a luxus utaztatását így magángépen. Vagy hát ugye visszaemlékezhetünk az egykori budapesti kerületi polgármestere Hunvad Györgyre, akinek szintén volt magánrepülőgépe. Az ő magánrepülőgépének az első útján Veres Jánost, akkori pénzügyminisztert szállította. Ezek azért agályosak, mert ezek az emberek
kormányzati tisztségviselőként, miniszterként, miniszterelnökként utaztak. Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor viszont magánúton vett részt, 30 éve tulajdonképpen amióta gyermek, azóta drukkol a Videótonnak. Ráadásul a Videótonnak nagyon fontos mérkőzései voltak ott, ezen MOL Vidi szurkolóként vett részt. Ugye szerdán kezdődik az úgynevezett sargentini jelentés, hogy ellen sargentini jelentés vitája a parlamentben. Hogy úgy döntöttek, hogy mégis csak felszólalhat Újhelyi István, az MSZP Európai Parlamenti képviselője ezen a vitán? Ugye maga Újhely István kezdeményezte, hogy ez egy európai vita legyen, ami azt jelenti, hogy nem csak a magyar országgyűlési képviselők, hanem az Európa Parlamenti, magyar-európai parlamenti képviselők is felszólalhatnak a vitában. A Fidesz-KDNP természetesen meg fogja adni a lehetőséget arra Újhely Istvánnak, hogy megpróbálja megmagyarázni azt, hogy hogyan lehetséges, hogy két évvel ezelőtt még azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy ő szocialista, de egy hetes cikk szerinti eljárásnak a megindításáról soha nem szavazna igennel, ugye most nemrégiben pedig éppen ezt tette. Tehát azt gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítani arra Újhely Istvánnak, hogy ezt a morális értelemben legalábbis hazaárulást ezt megmagyarázza. De őre nem erre kért lehetőséget, feltételezi, hogy erre fog választ adni a parlament? Nyilvánvalóan nem erre fog választ adni, fogja folytatni azt a tevékenységét, amit a sargentini vitában is már elkezdett, a saját hazáját fogja szidni. Mi is erre számítunk, természetesen arra számítunk, hogy azt a határozati javaslatot, amit a Fidesz és a KDNP az országgyűlés elé terjesztett, azt az ellenzékiek minden erejükkel támadni fogják, és nem fogják megszavazni. Örülnénk neki, hogyha ezt tennék, de szerintem nem fogják. Nehezményezik ezek az ellenzéki európai parlamenti képviselők, hogy azért, mert ellentétes politikai véleményen állnak a kormánnyal szemben, ezért hazaárulózzák őket, bel- és külföldön egyaránt. Hát az a helyzet, hogy azért mondjuk rájuk ezt, ugyanis sehol máshol nem csinálják ezt. Ha megnézzük például Lengyelországot, Lengyelországban a szociáldemokrata képviselők, a lengyel Európa Parlamenti szociáldemokrata képviselők, ők ugyanabban a párt családban ülnek, ahol Újhely István ül. Amikor hasonló eljárás zajlott Lengyelország ellen, ezek a képviselők inkább tartózkodtak, vagy nemmel szavaztak. De arra gyakorlat, hogy valaki a saját hazája ellen szavazon, ilyen gyakorlat nincs az Európai Parlamentben, ez azt kell mondjuk, hogy sajátos magyar szocialista hagyomány. Na, még egy európai parlamenti vonatkozást engedje meg. Dajcs Tamás a hétvégén azt jelentette be, hogy a fideszes európai parlamenti képviselők egy kérdéssel fordulnak az Európai Bizottság elnökéhez, amely arra vonatkozik, hogy vonja vissza, vagy hívja vissza Dimitris Avramopoulos, ugye menekült ügyekért felelős európai biztos megbízatását. Ez nem is kérdés, hanem inkább kérés, hiszen Avramopoulos úr múlt heti megnyilatkozásával több probléma is van. Egyrészt, hogy olyan állításokat fogalmazott meg, amelyről az Európai Unióban komoly vita van. Kötelező elosztási mechanizmus, legális migrációs útvonalak megindítása és megnyitása. Arról beszélt, hogy a migráció gazdasági szükségszerűség, tehát éppen ezért a legális migrációt ösztönözni kell. Na most ezek azok az állítások, amivel egyenként is gond van, ezekről nem döntött az Európai Unió. Az Európai Bizottság az egy végrehajtó szerv, ő nem hoz döntést, ő neki végre kell hajtani azt, amit az Európai Parlament, illetve a kormányfők az Európai Tanácson döntést meghoztak. Tehát egyrészt ezekről nem is beszélhet, mint közös Európai Uniós álláspont egyik részről, másik részről ő ezekről az intézkedésekről úgy beszélt, mint hogyha ez már eldöntött tény lenne, amikor a legfontosabb vita ma, és egyébként az európai parlamenti választási kampányban éppen ez lesz, hogy hogyan tekintünk a migrációra. Most tulajdonképpen Avramopoulos megnyilatkozásával kibújt a szög a zsákból. Szóval ismét egyértelművé tette ezzel a nyilatkozatával, hogy Brüsszel, a brüsszeli bürokraták továbbra is a kötelező elosztási mechanizmus, a legális migrációs útvonalak megnyitása mellett foglalnak állást, magyarul ők támogatják és serkenteni akarják a bevándorlást. És mi úgy gondoljuk, hogy ha valaki
megszegve egyébként a saját jogszabályait, az Európai Unió saját jogszabályait, és az Avramopoulos biztos úr ezt tette, hiszen úgy nyilatkozott ezekről, mint hogy ezek eldöntött tények lennének, közös Európai Uniós álláspont lenne, holott egyik sem igaz. Ezért azt gondolom, hogy ő nem méltó arra, hogy betöltse a biztosi pozíciót. Erre utalt Dolcs Tamás akkor, amikor azt mondta, hogy mi arra fogjuk kérni, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti képviselő csoportja arra fogja kérni a bizottság elnököt, hogy hívja vissza Avramopoulos biztos urat. Ugye a hétvégén két időközi választás is zajlott, az egyik a 15. kerületben, a másik Kőbányán. A 15. kerületben az ellenzéki erők által támogatott független jelölt nyert, Kőbányán a kormánypárti jelölt. Hogyan értékelne? Hát nagyot küzdött a Fidesz-KDNP jelöltje mindkét helyen. 15. kerületben kapufa lett, de az kifelé pattant. Sok sikert kívánunk az eddigi alpolgármesternek a további munkájához. Kőbányán viszont a Fidesz-KDNP jelöltje toronymagasan nyerte a választásokat, ennek örülünk, és biztos vagyunk benne, hogy ő a kőbányaiak érdekében fog dolgozni ezután is. Hollik István, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.